Klímaügyben konzultáltak és egy árnyékbizottságot is létrehoztak az ellenzéki képviselők civil szervezetekkel közösen. Az ellenzéki politikusok továbbra sem tettek le arról, hogy klímaválság helyzetet hirdessenek. A közmédiának nyilatkozó szakértő már korábban arra figyelmeztetett, hogy ez súlyos következményekkel járna, és az ellenzék politikai hangulatkeltésre használja a klímaügyet. 2019, ami a klíma vészhelyzetek a kora. Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő. Ami egy háborús helyzetben szükséges. Az egyeztetésen résztvevő civilek. Meghalunk emberként, hogyha végünk van, mint emberi civilizáció. És az ellenzéki pártok képviselői is apokaliptikus állapotokat emlegettek. Az általuk csak klímaügyi találkozó névre keresztelt egyeztetés után. Az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP, a liberálisok és a Párbeszéd részvételével zajló tanácskozáson egy zárónyilatkozat elfogadása mellett klímaügyi árnyékbizottságot is alakítottak. Magyarországon nem csak klímavészhelyzet van. Szerintük ugyanis Magyarországon klímaválság van. Október 13-án önkormányzati választások lesznek Magyarországon. Közben az MSZP Stüttő Kata a klímaváltozás apropójának kampányt is szóba hozta. Mint mondta, emiatt sem mindegy, hogy a szavazók októberben kiket választanak meg polgármesternek. A klímavészhelyzetnek a kihirdetése ma egy politikai akaratot jelentene. Smuk Erzsébet, az LMP frakció vezető helyettese az M1-nek azt is megerősítette, hogy a válsághelyzet kihirdetéséről még az önkormányzati választás előtt a pártja által összehívott szerdai rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalni akarnak. Nincsenek a teremben. Annak ellenére, hogy a témában tavaly decemberben is összehívtak egy rendkívüli vitanapot, amire végül az ellenzéki pártok el sem mentek. Az éghajlatváltozás láncreakció szerűen robbant be. Az ellentmondást stábunk kérdésére Smuk Erzsébet azzal magyarázta, hogy az éghajlatváltozás csak az elmúlt 9 hónapban robbant be igazán, ezt pedig csak a klímaválsághelyzet azonnali kihirdetése oldhatja meg. Tulajdonképpen semmilyen negatív, sőt pozitív következményei lennének, ugyanis törvénybe rögzítenénk azt, hogy milyen lépéseket kell megtennie Magyarországnak ahhoz, hogy Magyarországon a klímaváltozás következményei mérséklődjenek. Nem gondolják azt végig, hogy ez a kereskedelemben, az áruforgalomban, a beteg emberek élethelyzeteiben mit jelentene. Az ELTE tudományos főmunkatársa viszont vasárnap az M1-en ennek éppen az ellenkezőjére figyelmeztetett. Ferenc Orsolya szerint miközben az ellenzék az önkormányzati választások előtti hangulatkeltésre használja a klímaváltozás kérdését. Nem gondolják végig, hogy egy valódi válsághelyzet kihirdetése milyen súlyos gyakorlati következményekkel járna. Összeomlik az egészségügy, összeomlik a társadalmunk, és több milliárd ember gyakorlatilag élete és mindennapi élete fog ellehetetlenülni. Tehát ez egy katasztrófa. Ez nem működik. Az egyetlen, ami működik, az az, hogy a rendszereinket technológiaváltással olyan üzeművé tegyük, amit a bioszféra tolerál. A miniszteri biztosként is dolgozó szakértő hozzátette, azzal, hogy az ellenzéki pártok politikai tartalommal töltik meg a klímaváltozással kapcsolatos fogalmakat, az érdemi és szakmai vitát is gátolják.